Másokan láthatták a püspökladányi katolikus templom mellett elhaladva, hogy folyamatosan dolgoznak a munkások a tetőn. Az egész szerkezet felújítása már időszerű volt, s több éves előkészítő munkát követően a katolikus egyházmegye támogatásával 28 millió forint keretösszegből valósul meg a beruházás. Tudtuk meg Kis Zsolt Attila katolikus plébánostól. Amikor 2017-ben püspökladány plébániára kerültem, már akkor az akkori képviselőtestület elém tárta a problémákat a templom tetővel, illetve már egy majdnem kész megoldási javaslattal, de az utólagos ellenőrzések, illetve az egyházmegyei felülbírálása alapján kiderült, hogy nagyobb munkálatokra van szükség. Először még egy 25 millió forintos költségkeretet adtunk be az egyházmegye felé, de ugye, mint kiderült, ez nem elég, mert sokkal több anyagi munka, illetve sokkal több csere szükséglet van, mint ami kell, és jelenleg 28 milliós keret az, amit az egyházmegye jóvá hagyott. Ugye ez nem állami pénzből történik ez a felújítás, hanem az egyházmegye, mint az egyház község templomának tulajdonosa, mondjuk így önköltségileg kénytelen kicserélni a tetőt, amiről nyilvánvaló, hogy beázik, illetve már sajnos hibás. Sokszor lejött ez már ez a zsindely, a szél is lefújt, leforgatta, és ez nyilvánvalóvá ott vált, hogy ezt cserélni kell, ez így nem maradhat. És az egyházmegye erre már rábólintott, majdnem egy jobb 2 éves munka volt, mire minden szakértőt, illetve megfelelő szervezetet felkeresünk, aki ebben tud nekünk segíteni, és miután megadták ők is az engedélyeket, illetve a különböző hozzászólásokat, akkor utána már el tudtuk kezdeni a vállalkozót keresni, aki a Szilágyi Béla lett, és utána az egyházmegye erre már rábólintott a gazdasági bizottság, és most ők finanszírozzák ezt a templom tető felújítást. Az egyházközség saját forrásban nem tudja ezt megoldani, sajnos ilyen pályázati lehetőségünk nem volt. Teljesen másfajta pályázataink vannak, amiket végre tudunk hajtani, de a templom tető felújítás az nem fért bele, és így az egyházmegye az, aki itt segít nekünk, és a templom tetőt egy az egybe felújítja. Milyen határidőt szabtak? Szeptember végén kellene befejezni a munkálatokat, bízunk benne, ugye a vállalkozónak több helyen is van munkája, és bízunk benne, hogy addigra be is tudjuk fejezni a kitűzött célt. Adományokat elfogadunk továbbra is az egyházközség javára, hiszen az egyházközség tagjai 300 000 forintot összeadtak az elmúlt időszakban, amit el is költöttünk, ugye különböző kivitelezési munkákra és számlákra, amiket el kell rendezni a templom tetővel kapcsolatban, de ha valaki adakozni szeretne, örömmel fogadjuk másnak is a nagy lelkű adományát továbbra is. Köszönjük szépen előre is! A plébános munkáját természetesen sokan segítik, köztük Kürti Ferenc, aki elmondta, a lehetséges kivitelezők felkutatásában, illetve a tenderezésben segítette az előkészítő munkálatok hosszú folyamatát. Az előkészítési munkálatokat illetően ugye a tervezés, a szakértői jelentések beszerzése, hatósági engedélyek beszerzése vonatkozásában igen komoly munkát végzett a plébános úr és a Kardos István úr is. Én jó magam a vállalkozók felkutatásában segítettem és a tenderezésben. Ilyen formán 5 vállalkozóval beszéltünk, és 5 vállalkozótól kértünk be árajánlatot, és ennek alapján ült le a plébános úr és a képviselőtestület megvitatni, hogy ki legyen az, aki a kivitelezést elnyeri. Hát az 5-ből 3 vállalkozó olyan irreális összeget terjesztett elő, ami nem volt értékelhető. A megmaradt 3 vállalkozó közül végül is a plébános úr és a képviselőtestület egy helyi vállalkozó, Szilágyi Béla mellett voksolt. Ezt követően a plébánián tiszteletét tette Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök úr és munkatársai, és az előterjesztéseinkkel egyetértettek, és a püspök úr biztosította a plébános urat, hogy a beruházás teljes költségét a püspökség megfinanszírozza. A felújítási munkálatok megkezdése előtt számos szakértői véleményt ki kellett kérni a tetőszerkezetet illetően.
A faanyagvédelmi szakértői jelentést Fazekas Péter, faipari építészmérnök készítette el. Ez egy 8 oldalas jelentés. Ebben a 8 oldalas jelentésben 168 olyan elem szerepel, ami mindenképpen korrigálásra szorul. Ebben vannak elemcserék, elemfelújítások, megerősítések. Tehát ez egy abszolút releváns, hogy ezek mindenképpen kijavításra kerüljenek, hiszen ez az áloga annak, hogy azt a nagy terhelést, ami a héjjalást illeti, hogy az a tetőszerkezet bírni fogja. A műszaki ellenőr pedig Ágoston László úr, aki rendkívül nagy tapasztalatával, gyakorlatával méltán fog arra irányulni, hogy a beruházás minden vonatkozásban anyagi műszaki színvonalat tekintve megvalósításra kerülhessen. A templom tető felújítási munkálatainak fővállalkozója, Szilágyi Béla elmondta, hogy a tetőszerkezet zsindelyei nagyon előregettek, illetve a szél sok helyen megtépázta a szerkezetet. Plébános úrral, amikor elkezdődött a tetőszerkezet felmérése, akkor megállapítottuk, hogy a zsindely előregedett a tetőszerkezeten, a szél több helyen megbontotta, ezért szükségessé vált a mi hamarabbi cseréje a tetőszerkezetnek. A tervezők, a műszaki ellenőr, tűzvédelmisek előírták a feladatokat, hogy mit kell végrehajtani. Azt szerint történik a munka kivitelezése, tehát zsindelyt, mivel hogy nagyon éghető anyag, le kell bontani teljesen, és utána egy új szerkezetet kell építeni, majd a lemezfedés alá. Amint látják, nem tudom mennyi látszik a kamerába, elkezdődött a kivitelezés, a zsindely már le van bontva nagy részről, fóliaterítés van, és utána arra ellenlétszedés, létszedés, és majd utána következik a lemezfedés a tetőn. Mindenféleképp időjárás függvényében tudunk dolgozni. Szerintünk a határidő tartható, tehát szeptember 28-ára befejezésre fog kerülni a kivitelezés.